Hőségriadó lépett ma életbe 11 és 15 óra között, ha nem muszáj, inkább ne is menjenek ki a szabadba. Hogy ilyenkor mire kell figyelni a legjobban, hamarosan elmondjuk, de előtte nézzük további híreinket röviden. Hegedűs Ferenc páncélos őrmester síremlékét avatták fel Cegléden. Hamarosan elkészül a szabadtéri Kondi Park a Budai úti fürdő melletti tónál. És 3500 diáknak tartottak iskolarendőr foglalkozást Cegléden és környékén. A Ceglédi Városi Televízió szerdai híradóját látják, jó estét kívánok! Szalmakalap, napi 3-4 liter folyadék és a déli órákban kerülni a napfényt. Erre hívja fel a figyelmet a meteorológiai szolgálat. Mától vasárnapig adták ki az idei nyár első hőségriasztását. A nagyobb városokban és a vasútállomásokon vizet osztanak, és naponta többször is locsolják az utakat. A nagy meleg hétvégén tetőzik, akár 36-38 fok is lehet. Hirtelen szinte minden átmenet nélkül érkezett meg a kánikula Magyarországra. Napról napra melegebb van. A meteorológiai szolgálat kiadta az idei nyár első hőségriasztását. A nagy meleg szombaton és vasárnap tetőzik. A középső ország részben akár 38 fokot is mérhetünk majd. Az orvosok azt javasolják, hogy a szívbetegek és a krónikus betegségben szenvedők semmiképpen ne tartózkodjanak 11 és délután 3 óra között kint, de senkinek nem javasolt napon lenni, ugyanis elég akár 15 perc is a leégéshez, és nagy esélye van a hőgutának, ami súlyos egészségügyi következményekkel járhat. Naponta minimum 3 liter folyadékot kell inni kánikula idején, ha lehet, ez szénsavmentes ásványvíz legyen. Szalmakalap használata mindenképpen javasolt, és lenge szellős ruhát viseljünk, javasolják az orvosok. A hőség idején a nagyobb városokban és a vasútállomásokon vizet osztanak, a locsolóautók pedig naponta többször is hűtik az aszfaltot. Földi László országgyűlési képviselő a közútfejlesztési program aktuális állapotáról kérdezte az innovációért és technológiáért felelős minisztert a parlamentben. A miniszter úr nevében Cseresnyi és Péter válaszolt, aki elmondta, a kormány az útprogramban mintegy 3200 milliárd forintot fordít közútfejlesztésre 2016 és 2023 között. Földi László arról beszélt az országgyűlésben, hogy a megfelelő úthálózat további tőkebefektetéseket vonz. Az ott élők kényelmesebben, biztonságosabban közlekedhetnek. A magyar gazdaság jó teljesítménye lehetővé teszi, hogy Magyarország jelentős fejlesztéseket indítson el. Ezen belül is a vidék fejlődjön, amihez a közúthálózat fejlesztése is hozzátartozik. Ez egy többszörösen megtérülő befektetés. A GDP folyamatos bővülése, a munkanélküliség csökkenése, az új munkahelyek létesítése, a beruházások felfutása az élet szinte minden területén, ez az a háttér, ami lehetővé teszi, de egyben igényli is Magyarország infrastruktúrájának folyamatos fejlesztését. Tisztelt államtitkár úr! A kormány megkötetett programja az elmúlt évek közlekedéspolitikáján alapul. A kormány az emberek és a vállalkozások, azaz a hazai gazdaság számára gyors ütemben bővülő, folyamatosan emelkedő szolgáltatási színvonalú közúthálózatot biztosít. Ennek keretében a meglévő közúthálózat jelentős mértékben bővülhet, fogalmazott. Kérdésében azt fogalmazta meg, a kormány programja pontosan milyen bővítést tesz lehetővé és mely településeket érint. Cseresnyi és Péter az innovációs tárca államtitkára kiemelte, az útprogram célja, hogy a magyar emberek és vállalkozások számára gyors ütemben bővülő, folyamatosan emelkedő szolgáltatási színvonalat biztosítsanak. A kormány az útprogramban mindegy 3200 milliárd forintot fordít közútfejlesztésre 2016 és 2024 között. A teljes forrásmennyiség nagyobbik hányada 1800 milliárd forint hazai forrás. A program keretében a meglevő közúthálózat mindegy 1000 kilométernyi új és fejlesztett szakasszal bővül. A kormány stratégiai célja, hogy bekösse a megyeszékhelyeket, a nagyobb városokat, forgalmasabb ipari parkokat, gazdasági térségeket a hazai gyorsforgalmi hálózatba, az autópályák, autóutak elérjék az országhatárt, valamint Magyarország bármely pontjáról 30 percen belül elérhető legyen egy négysávos útszakasz. Még idén 200 km gyorsforgalmi utat adnak át, amelyet jövőre 225 km gyorsforgalmi és főút követ, tette hozzá. A képviselő a választ elfogadta.
Hegedűs Ferenc páncélos őrmester síremlékét avatták fel katonai tiszteletadás mellett a Csengettyűs temetőben. Hegedűs Ferenc állandó résztvevője volt az Altiszti Akadémia altisztavatásainak. Az akadémián 2017. március elején tartott utoljára rendhagyó történelem órát, ahol háborús emlékeiről mesélt. Az akadémia pedig a síremlék avatásával szerette volna tiszteletét és szeretetét kifejezni. Hegedűs Ferenc 1937. október 5-én vonult be a magyar királyi első Ferenc József Jászkun Honvéd huszárezred második huszárosztályához. A háború során több ütközetben is részt vett, 1942 nyarán pedig az egységét a szovjet frontra, a Donhoz vezényelték. Miután a heves harcokban zászló aljának több tisztje is hősi halált halt, ő vette át az alegység vezetését. Egy csodálatos kapocs volt a régi altiszti iskola és a mostani altiszti akadémia között. Példát vehetünk róla. Mi katonák, a tanárok, az altisztek, és örülök, hogy az altiszti kar színe java fiúk itt vagytok. Ide el kell zarándokolni. Ha erre jártok, hajtsatok fejet. Mi mindig eljövünk. Hegedűs Ferenc katonai pályafutását, emberi nagyságát és az utókorra hagyott erényeit méltatta Kriston István főtörzs zászlós is. De arról is beszélt, ez a síremlék nem csupán kőből készült alkotás. Tábornok úr úgy fogalmazott a beszédjében, hogy egy emlékműnél állunk itt, és én nem is fogalmaznák úgy, hogy egy sírnál álltunk meg, hisz egy olyan emlékez, olyan emlékmű, ami minden altisztnek a Magyar Honvédségben a létének, a mostani altiszti kar létének is az alapja. Két évvel ezelőtt a Magyar Honvédség jelenlévő vezető altisztjai együtt megfogalmaztuk a honvéd altiszti kar jövőképét, és a jövőképnek az első soraiban az van leírva, hogy mi a történelmi hagyományainkon építkezünk. A 2017-ben elhunyt Hegedűs Ferencre mindenhol tisztelettel emlékeznek. Jutasi csapataltiszt képző intézetben végzett Feri bácsi fogalom volt az utóbbi 10 évben a Magyar Honvédségben. Büszkék voltunk rá a Honvéd Hagyomozó Egyesület helyi szervezeteinek tagjai, de nyugodtan mondhatom, hogy a tisztelettel emlegették Szentendrén, és a mai Honvédség egész államai is tudott a Doni frontot, és a II. Világháború harcterét megjárt, és a hadifogság poklából szerencsésen hazatért veterán altisztről. A magas szikár férfi élete utolsó percéig hűen és becsülettel szolgált a hazáját és nemzetét, ezért is vívta ki mindenki tiszteletét. A becsület, az erős akarat, a tisztesség volt fontos az élete során mindig, fogalmazott Kenyeres Dénes. A család nevében ifjabb Hegedűs Ferenc köszönte meg a megemlékezést. Család nevében ezúton mondok köszönetet a Szentendrei Altiszti Akadémiának, és külön Bozó Tibor dandártábornok úrnak, hogy ez a mai megemlékezés létrejöhetett, és ez a síremlék, amely méltó és mindenkinek tetszésére és megelégedésére van felállítatott. A megemlékezések után megkoszorúzták a Pap Lajos kőfaragó kőszobrászmester által készített emlékművet. Majd természetesen az Il Silencio hangjaival búcsúztak újra Hegedűs Ferenctől. Hétvégére elkészül a Budai úti fürdő melletti tónál a Kondi Park. A kültéri edzőhelyen 16 féle eszközt állítanak fel, valamint esésvédő gumilappal fedik le a területet. De nem csak a Kondi Park, hanem egy 800 méteres futókör is épül. Ha minden a tervek szerint halad, augusztusra elkészül az is. Javában készül a Kondi Park a Budai úti fürdő melletti tónál. A gumilapok egy részét már lerakták, és a fitness eszközöket is a helyükre szerelték. A beruházás állami forrásból valósul meg, 16 millió forintot nyert pályázaton az önkormányzat. Ugyanezen állami pályázati konstrukció keretében egy 400 méteres futókörre is nyert az önkormányzat. Ez azonban jóval drágább lett volna, és egy igen komoly önrészt emésztett volna fel. Így aztán úgy döntött a képviselő, hogy ehelyett tulajdonképpen egy kétszer olyan hosszú futókört valósít meg itt a mögöttünk látható tó körül. Tehát lényegében kialakításra kerül több mint 800 méteres futókör gumi felülettel.
A futókör nem rekordtán minőségű lesz, így versenyzésre alkalmatlan, mondta az aljegyző. A hobbifutók számára viszont tökéletes. A Kondi Parkban 16 féle eszköz közül válogathatnak majd a kilátogatók. A fitness eszközök alatt gumilapot helyeznek el, így nagyobb eséllyel lehet majd elkerülni a sérüléseket. Ha minden a tervek szerint halad, a Kondi Park csütörtök estére elkészül. A futókört pedig várhatóan augusztusban lehet majd birtokba venni. A fürdő melletti tónál levő terület egyébként régóta népszerű. A Kondi Park épülése előtt is sokan jártak ki biciklivel futni, kikapcsolódni. Mostantól pedig újabb sportolási lehetőségre nyílik mód. Több mint 3500 diáknak tartottak foglalkozást az iskola rendőrök Cegléden és a környező településeken az idei tanévben. A gyerekek a bűnmegelőzésről és a helyes közlekedésről tanulhattak játékos formában. Sőt, idén már az óvodásokhoz is rendszeresen ellátogattak az iskola rendőrök. A református általános iskolában ma volt az utolsó foglalkozás, a program szeptembertől folytatódik. Egymásnak adogatták a gyerekek ma délelőtt az ittas, valamint drogos állapotot szimuláló szemüveget. Az volt a feladat, hogy elkapják a feléjük dobott labdát. Ilyen homályosan lehetett benne látni, és ilyen fehéres, meg ilyesmi. Szédültél is? Utána szédültem. Pöttyös, homályos, láttam én. Nem sikerült elkapni a labdát, amit a tanítónéni dobott? Nem. A szimulációs szemüveg is része volt az iskola rendőr foglalkozásnak itt a református általános iskolában, és volt még egy nagyon izgalmas és tanulságos feladat. A sorjáték lényege, hogy a gyerekek milyen pontosan tudják átadni a kapott információkat. Mint kiderült, az utolsó diák által mutatott mozdulatok már egyáltalán nem hasonlítottak az eredetihez. Ez a feladat azt mutatta meg, mennyire fontos, hogy pontos információkat adjunk át például a rendőrségnek, ha segítséget hívunk a 112-n. De egyéb bűnmegelőzési és a helyes közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókkal is készült az iskola rendőr. A program egész tanév során eredményesen zajlott, összegezte Sós Zsanett törzsőrmester. Az iskola rendőrök átlagba véve több mint 150 alkalommal látogattak ki az iskolákba, akár saját programmal, vagy az iskoláltal szervezett rendezvényen jelentek meg, illetve nagyon sok előadást is tartottak. Több mint 3500 gyermeknek tudtunk előadást tartani. Az iskola rendőr rendszeresen tartott foglalkozást a református, a Táncsics Mihály általános iskolában és az Újszilvási általános iskolában is. Sőt, az idei tanévben elindult az Obizsarú program, vagyis a 3 és 6 év közötti korú gyerekekhez is rendszeresen ellátogatott. Úgy veszem észre, hogy ők az a korosztály, akik a legjobban fogékonyabbak még erre, és már úgy fognak följönni az iskolába, hogy ők már tudják ezeket az alapvető szabályokat, és majd itt az iskolába csak kamatoztatni tudják majd őket. Az iskola rendőrprogram utolsó foglalkozása ma délelőtt volt. Sós Zsanett néhány hétre elköszönt a gyerekektől. A játékos és hasznos program szeptembertől folytatódik. Jövő kedden újra érkezik szemétszállító autó az Ugyerba. Ezen a héten ugyanis akadozott a szállítás. A település rész képviselője keresett fel bennünket ennek kapcsán egy felhívással. Kéri a földtulajdonosokat, hogy amíg más megoldás nem lesz, lehetőség szerint nyessék meg a dűlőút melletti fákat, hogy elférjenek a szemétszállító autók, mert most éppen ez okozza a legnagyobb problémát. Sokan hiába várták az Ugyárban, hogy elvigye a kirakott szemetet az autó, meg is keresték a település rész képviselőjét. Lakossági megkeresés érkezett felém a tekintetben, hogy a szemetes autók ezen a héten nem jártak és nem vitték ki a szemetet az Ugyárba. Szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy rajta vagyunk a problémán. A DTKH autói és ügyvezetői azt a tájékoztatást adták felém, hogy az autók nem férnek el a túl burjánzott növények miatt a dűlő utakon. A Várvak Kft. Ügyvezetőjétől azt a tájékoztatást kapta, hogy ugyan a Várvaknak erre most nincs kapacitása, de már 2 árajánlatot is bekértek vállalkozóktól az ágak nyesésére. Valamint a mezőőreink járják az Ugyer egész területét és a földtulajdonosok figyelmét hívják fel a tekintetben, hogy a földek és a
szemétszállítás tekintetében ugye a dűlő utakat tartsák korban és rakják rendben. Vagyis a hozzájuk tartozó földek esetében lehetőség szerint gondoskodjanak az ágak nyeséséről. A kint maradt szemetet egyébként a DTKH most egy kisebb autóval elszállította, és jövő kedden újabb járat érkezik. Akkorra érdemes kikészíteni a hulladékot, mondta Horváth Gábor. Híradónk elején, ahogy hallhatták, hőségriadó van, vigyázzanak magukra és családtagjaikra. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb holnap jelentkezünk viszontlátásra.